Konzulátusa által felajánlott külön díjban részesül. Katonának, de jól vagyon dolga, és itt fejeződik be a tárogatós feladata. Mérek még a növésre, akkor közelíteni az ideálist. Ez így szépen nyugodtan megy a gazdája után. De idős korára, tehát 13 éves mondjuk egy középkoruló, legideálisabb egyébként a... Egy típusában csodálatosan összhangot mutató huculóvat, ami még azért az engedelmességet korlátlan mértékben fejleszthetné. Ez a ló nagyon farizmatikus egyébként, tehát jó hátsó lábakkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg jó a tolóerő. A huculnak jellegzetessége egyébként, hogy a fara egy picit túlnőtt a marhoz képest, tehát a feneke magasabban van, mint a marja. Kis arab a mozgásában látszik. Nagyon hosszú gerincsel rendelkezik, ugyan a lovak, illetve az arabok rövidebb gerincűek és nagyon magasabb korok tűzésűek. Viszont az orloknak a kifejezett, illető visszajárását. És akkor létrejön egy nagyon fantasztikus kapcsolat, amit kötődésnek vagy csatlakozásnak hívunk. A ló egy csorda állat, egy menekülő állat, aki egyedül nem jól érzi magát. Megint csak figyelem, tessék nézni, hogy a ló követi Stasikot úgy, hogy csak néha kell a szárba nyúlni. Ő azért nem egy olyan bizalmas fajta. Jobbak közé tartoznak. Nagyon szép térölelő mozgással, teljesen tiszta ízületekkel. Jó, kérjük a gyorsabb mozgást. Most pedig a következő ló a bemutatókon, a Kongeszi. Dobre, dobre. Jön a ló.